Szűzérmék almamártásban, mama kedvence krumplival. Citromos vízbe pucoltam bele az almát. Alágyújtok. Szórok bele egy kis fahéjat. Dobok bele néhány szemszeg fűszeget, és cukrot is adok hozzá. Amíg a kompot megfő, addig elkészítem a szűzpecsenyét. A lehártyázott szűzpecsenyéből két ülnyi széles szeleteket vágtam, körbeveszem császárszalonnával, ez meg fogja adni a formáját. Kicsit így megnyomom, hogy belefeszüljön, megszúrom, hogy rögzítsem. Ugyanez a másikkal is. Kevés olaj, közepesen forró serpenyő, a köretét a hús mellett készítem el, héjában főtt krumpli kockára vágva. Ez is bele. Hámozott alma, ez megy a krumplihoz. Sózom az egészet, krumplit, húst, mindent. Borsozom is. Végül egy kis rozmaring levelet csípkedek rá. Anyukám, mikor ilyen krumplit készített nekem, akkor hívta mama kedvencének, de mama kedvencének azért hívják, mert a főtt krumpli van még megpirítva almával. Jól néz ki mi. 4 perc telt el, megpuhult az almánk. Botmixer. És püré. Összetúrmixoltam. Visszateszem a tűzre, hadd forjon föl. Ez a kukorica keményítő. Egy kevés vizet öntök hozzá, hideg vizet. És egy pici habverővel simára keverem. Fölfort az összetúrmixolt almakompót, és a keményítős vízzel óvatosan belecsorgatva besűrítem mártássűrűségűre. El is készült, félreteszem. A hús megsült, a burgonya az almával megpirult, gyönyörűséges lett. Ez körülbelül egy 8 perc volt. Villámgyors, ez is egy rendezvú étel. Jó szórakozás!